szembesítsük egy narciszt azzal, hogy ő narcisztikus? Ha felismeri, hogy egy narcisztikusal van dolga, álljon ellen a késztetésnek, hogy szembesítse őt ezzel a felismerésével. Amikor szembesítünk valakit valamivel, abban bízunk, hogy ez a személy belátással és felelősség vállalással bír. De a narcisztikus természetéhez tartozik, hogy soha semmiért nem vállal felelősséget. Mindig mindenért más valaki a hibás, és ha mégis valamiben tévedett vagy védkezett volna, azt is csak mások idézhették elő. Ön tehát nem fogja elérni azt a belátást, beismerést, amit szeretne. Ugyanis a náci szokból hiányzik a bűntudat, a lelki ismeret, és a szégyen. Amikor megpróbál szembesíteni egy náciszt, csupán támadási felületet tár elé, amit ő azonnal ki is fog használni. Nem hallgatja meg önt ellenkezőleg, kihasználva az alkalmat, mindenért átharítja a felelősséget. Önt fogja hibáztatni, megalázni, megszégyeníteni és megtörni és miután megfelelően megbüntette önt, hogy soha többi nem merje őt ilyenekkel zavarni, elégedetten mosogni fog az ön együgyőségén, és élvezni fogja a hatásoságát, hiszen hogy is gondolhatta, hogy ő vele lehet így szórakozni, így visekedni. Ön most már tudja, hogy egy náciszel van dolga. Ezért nem a náciszt kell meggyőzni, hanem inkább saját magát arról, hogy ő nem fog megváltozni. Ha ön szeretne egy egészséges érzelmi kapcsolatban élni, akkor a nácisszal való kapcsolatból ki fog kelleni lépni.